egyházból jelentkezünk. A mai Dóm tér ókeresztény emlékekben gazdag, az altemplom itt pedig maga is római alapokon áll. A római időkre utal a város legrégibb neve Szopiáné, és valószínű, hogy az itt álló ókeresztény templomok nyomán kapta a város a középkorban az öt templom városa, a Quinque Ecclesiae, németül Fünfkirchen nevet. Pécs neve Szent László király 1093-ból való oklevelében azonban már megjelenik. Pécs a középkorban nagyobb volt, mint az akkori Bécs. 1367-ben itt alapították meg az első egyetemet hazámban, és néhány évtizeddel később az első közkönyvtárat. Itt élt a nagy humanista, európai hírű költő és püspök Janus Pannonius. A török időkben dzsámi, mecset, minaret épült itt. Az ország legnagyobb törökkori épülete, Gázi Kasim Pasa dzsámija, a mai belvárosi templom. Az 1009-ben alapított püspökség Szent István országalapító királyunk nevéhez tartozik. Az első püspök itt Boniportus volt. A jelenlegi pécsi megyés püspököt pár hét múlva pedig 50. születésnapján köszönhetjük. Maier Mihály teológiát Győrben végzett, papi szolgálatának helyszínein, gondolom, Simontornyán, Pincehelyen, Tamásiban, Dunaföldváron és Szekszárdon a hívek bizonyára örömmel látják őt, viszont a képernyőn közvetített éjféli misén, melyet ő mutat be, és ő mondja a karácsonyi szentbeszédet, a homíliát is. A kóruson a Székesegyház Palesztréna kórusa, Jobbágy Valér és Bárdos kórusa, Uzsaliné Pécsi Rita vezényletével énekel, az orgonánál Krómi Judit. Szigeti Kilián népénekes misetételeit gondolom itt a nagyszámba összegyűlt hívek is éneklik, majd az énekkarokkal hallunk majd motettákat a kórusról, Vittória, Bach, Farkas Ferenc és egyéb műveket, rövidesen pedig felcsendül a legismertebb egyházi népének, a mennyből az angyal. Öröm számunkra, hogy Spanyolországban, katalán földön is látható közvetítésünk. A katalán TV elküldte ide kommentátorát, Monsignor Joan Hork atyát, köszöntöm őt, és átadom a szót azzal, hogy mi tudjuk, milyen nehéz és felemelő feladat a kis népek számára, hogy értékeiket megőrizzék és felmutassák. Talán 5 millióan beszélik a katalán nyelvet, melynek azonban gazdag az irodalma, a költészete. Nagy rokonérzéssel köszöntjük tehát a katalán nézőinket és Harka atyát. Átadom a szót. El senyor Jorge Cigányi de la televisió húngara, després d'haver saludat el públic hongarès que seguirà aquesta transmissió per televisió, també us ha saludat a vosaltres, els telespectadors de Catalunya, que a través de TV3, la televisió de Catalunya, us disposeu ara a assistir a la retransmissió de la missa de mitjanit de Nadal, la nostra tradicional missa del Gall. Avui la celebrarem vosaltres i jo, molt separats per l'espai, però units com sempre, no solament a través de les ones de la televisió, sinó sobretot amb l'esperit. Aquesta missa serà celebrada pel bisbe Miquel Maier, que fa uns moments us ha saludat en la presentació que us hem ofert des d'aquesta antiquíssima i vella ciutat de Pécs. La part musical d'aquesta celebració estarà a càrrec dels coros Palestrina i Bardos de la catedral, sota la direcció del senyor Valer Jovagi i de la senyora Ujalni Rita Pécsi, respectivament, que executaran peces musicals de Ferenc Farkas, de Victòria, de Bach, i l'ordinari de la missa és de Zigeti, Kilian i Harmai Sik, i serà cantat per tot el poble. La missa de mitjanit és una de les tres misses que celebra l'Església en el dia de Nadal. Cada una d'aquestes misses té la seva peculiaritat. La de mitjanit contempla l'esdeveniment salvador pel món, per aquest món que enmig de les tenebres, com ens dirà Isaïes en la primera lectura, ha vist una gran llum. Aquesta llum és un infant, ens ha nascut un infant, ens ha nascut un noi. I aquest naixement ens revela l'amor que Déu té
i que vol salvar a tots els homes, com ens ha dit Sant Pau. Preparem-nos, doncs, per aquesta celebració. Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Békesség nektek! Igazán nagy szeretettel köszöntöm a kedves híveket, akik összejöttek ma éjjel ide a Székesegyházba, hogy velünk együtt, közösen ünnepeljenek. Szeretettel köszöntöm az egyházmegyének, az országnak és a szomszédos országoknak a nézőit is. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik paphiány miatt nem tudnak részt venni az éjféli szent misén, akik betegek, akik magányosak, akik idősebbek, és akik most mindent félretéve velünk együtt akarnak ünnepelni és részesei lenni karácsony örömének. Messzebbre is tekintünk, közösen mi magyarok, a mai éjszaka, oda tekintünk Spanyolországba, és köszöntöm mindazokat a híveket, akik a katalán televízió nézői, és akik ma éjjel szeretettel, keresztényi hűséggel velünk együtt vesznek részt a mostani szentmisén. Éjjel van, kint sötét van. Várjuk, hogy lelkünkbe is beömöljön Jézus Krisztus fénye. Amikor most bűnbocsánatot tartunk szentmise elején, ezt kérjük az irgalmas Istentől, hogy lelkünk új fényt, új meleget kapjon a bűnbocsánat által, hogy ma éjjel találkozzunk azzal a Jézus Krisztussal, aki mint ember eljött közénk. Így vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és így akarjunk ma tiszta lélekkel ünnepelni. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Istenünk, te az igaz világosság felragyogtatásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, hogy akinek megtestesülése tündöklő titkát megismertük a földön, örömeit is elnyerjük egykor a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A sötétségben lakó népnek nagy fényesség ragyog föl, világosság támad azoknak, akik a lelki halál szomorú földjén élnek. Megsokasítod népedet, gyarapítod örömét. Vigadoznak majd színed előtt, ahogyan örvendeznek aratáskor, és ahogyan újonganak a győztesek, amikor kiosztják zsákmányolt kincseiket. Mert te megsegíted népedet, mint egykor a pogány Mádián ellen, összetörted a ránehezedő igát, a hátán csattanó pálcát, zsarnok sanyargatójának botját. Tűzre kerül, és lángok martaléka lesz saruja, mely letiporni készült mindent, és köpenye, melyhez vér tapad. Megszületik a gyermek, eljön közénk az Isten fia. Kezében hatalom, csodálatosan megvalósítja Isten terveit. Hatalmas Isten ő, a jövendő Istenország megalkotója, a béke fejedelme. Országa egyre inkább növekedik, és állandó marad benne a béke. Övé lesz Dávid trónja, és uralkodik majd országában, megerősíti és megszilárdítja igazságban és szentségben mindörökre. A mindenség urának ember szerető jósága műveli mindezt. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből. Testvéreim, íme eljött mindannyiunkhoz jóságos Istenünk, ami üdvözítőnk, és arra tanított minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világias vágyakkal. Éljünk tisztán, szentül és buzgón a világban. Várakozzunk boldog reménységgel, nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus eljön dicsőségben. Ő értünk adta önmagát, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jóra törekvő választott népévé tegyen minket. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a birodalom egész lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria helytartója Quirinius volt. El is ment mindenki, hogy jelentkezzék ki-ki a maga városában. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Útra kelt tehát Galilea Názáret nevű városából,
és elment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, eljött az ideje, hogy Mária világra hozza gyermekét. Amikor fia, az elsőszülött megszületett, pólyába takarta és jászolba fektette, mivel nem kaptak helyet a szálláson. A környéken éppen pásztorok tanyáztak, és nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége ragyogott körülöttük. Nagy félelem fogta el őket. Az angyal akkor így szólt hozzájuk: ne féljetek, jó hírt mondok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Megváltó született Dávid városában, a Messiás, a ti uratok. Ez lesz nektek a jel, kisdedet találtok, pólyába takarva és jászolba fektetve. Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicsérték Istent, és így énekeltek: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kedves nézők, legyen szabad köszöntenem mindenkit azzal, amit az angyalok mondtak a pásztoroknak: ne féljetek, pásztorok, nagy örömhírt mondok, amely öröm lesz nektek is és az egész népnek. Megszületett a megváltó Dávid városában.
ez a kijelentés tulajdonképpen 2000 év óta áthatja a világot. 2000 év óta formálja az embereket. E kijelentés miatt mondhatjuk azt, hogy keresztény világ, e kijelentés tartalma mélyíti el lelkünkben mindazt, ami isteni, mindazt, ami nemesebb, mint a földi. E kijelentés miatt, és a kijelentésnek a tartalma eredményezi azt, hogy a karácsony a családnak és a szeretetnek az ünnepe. Gondoljunk csak vissza gyermekkorunkra, gondoljunk a kisgyermekekre, az unokákra, akik számolták a napokat, mikor jön el a karácsony, akik számolták még, mennyit kell aludni. Olyan megható volt tegnap a pásztor játékban, amikor vége volt, az egyik kisfiú odajött hozzám, és elmondta, hogy majd holnap este. A nagy várakozás ott volt benne. Minden ember úgy érzi, hogy karácsonykor vissza kell menni az otthonában. Karácsonykor mindenki otthon akar lenni. Ezért utaznak olyan sokan. Ezért vállalnak mindent, hogy átérezzék az otthonnak a meghittségét, az otthonnak a melegét, az otthonnak a biztonságát. A családnak az ünnepe, mert együtt ünnepel, együtt akar lenni mindenki. A katalánoknak is van egy közmondásuk, és a közmondás szerint karácsonykor minden bárányka nyájával akar lenni. Per Nadal, cada oveja al seu corral, hangzik az ő nyelvükön. Mi is ezt éreztük, és mivel karácsonykor azok, akik magányosok, akik egyedül vannak, akik a kórházi ágyat nyomják, akik végzik a munkájukat, szintén át akarják érezni, hogy van valaki velük, hogy egy nagy családhoz tartoznak. De nem csak a családnak, hanem a szeretetnek az ünnepe is karácsony. Egymást meg akarjuk ajándékozni. Az a kisgyermek, aki csak egy kis ügyetlen rajzot tud készíteni, karácsonykor át akarja nyújtani, és látni akarja, hogy a nagyszülei, a szülei örömmel fogadják ezt a rajzot. Azok a nagyszülők is, akik valamilyen egyszerű ajándékot vesznek, látni akarják az unokák arcának a ragyogását. Azok a szülők is, akik gyermekeiknek vesznek ajándékot, már készülnek, hogy mi lehet az a meglepetés, ami majd felvidámítja őket. Azt szoktuk mondani, jobb adni, mint kapni. De gondoljunk csak bele, hogy milyen nagy dolog az adáson túl is az elfogadott ajándék. Amikor karácsonykor tudjuk azt, ha valamivel megajándékozzuk a másikat, nem fogja azt mondani, hogy nem tetszik. Nem fogja azt mondani, hogy ez nekem nem kell. Megköszöni, hálás. És látjuk rajta, hogy elfogadja, hogy mosolyog ránk. Elfogadja az ajándékot. És az ajándéknak az elfogadása sokszor nagyobb dolog,
mint adni. Elfogadom az ajándékot, hányszor hallottuk már emberektől. Nem sértem meg, ha odaadom. Nem sértem meg, hogyha ezt az ajándékot felajánlom. És karácsonykor nem halljuk azt, hogy ez nekem semmit se jelent. Karácsonykor nem utasítunk el. Karácsonykor mosolyogva, örvendezve tudjuk átvenni, és ezzel az ajándékozónak még nagyobb örömet adunk és okozunk. A szeretetnek az ünnepe. Mi keresztények azonban egy lépéssel még tovább is megyünk. Igaz, hogy a családnak és a szeretetnek az ünnepe, de ez lehetne minden nem hívőnek is így az ünnepe. Hiszen karácsony mindenkinek a lelkét egy kissé megmozgatja. Karácsonykor mi keresztények arra is gondolunk, hogy eljött közénk az Isten fia, és mint gyermek jött el közénk. Jöhetett volna másképpen is, jöhetett volna felnőttként, jöhetett volna tudósként, okos emberként, jöhetett volna gazdagként, jöhetett volna palotába, és egyszerű gyermekként egy istálóban, egy barlangban jött el közénk. Miért gyermekként? Azért, kedves testvérek, mert a gyermek az nyitott. A gyermeknek nincsenek előítéletei. A gyermekhez mindenki oda léphet, és mindenki adhat valamit, és mindenki megmeri szólítani, legyen az előkelő vagy szegény, legyen az tudós ember, vagy egészen egyszerű ember, oda megy a kisgyermek elé, és fölajánlja, ad a kisgyermeknek valamit, mert tudja, hogy a kisgyermek mindent elfogad. A pásztorok is oda mentek, felkeresték, ajándékot adtak neki. Mi is lélekben oda akarunk borulni a kis Jézus elé, és mi is föl akarjuk ajánlani azt, amink van. De mi az, amink van? Egy imádság? Egy fohász? Mi az, amink van? Néha olyan, és úgy érezzük, mintha olyan lenne, mint az a betlehemi istáló, hogy tulajdonképpen csak az az istáló szalmája, szénája, az istálónak a bűze az van bennünk, és ezt odarakhatjuk eléje. Még ezt is elfogadja tőlünk. Legyen valaki bármilyen gyönge, bármilyen idős, bármilyen törődött, legyen bármilyen hajléktalan, ha oda térdel a kis Jézus elé, ő el akar fogadni mindent. A kis Jézus ránk mosolyog, és azt mondja, mint ahogy egy másik gyermek is, én mindent befogadok, mert én tanulni akarok, én gazdagodni akarok, és minden embernek az értékét, legyen az bármilyen cseki is, magamévá akarom tenni. Magamévá akarok tenni minden embert, hogy az enyém legyen. És amikor én letérdelek eléje karácsonykor, akkor felsorolhatok mindent, hogy mit adok neki, de még mindig rám néz. Azt fogja mondani, te kukarabb vagy, mint én. Mert én nem csak valamit adtam, mert én azért jöttem el olyan egyszerű körülmények között, hogy semmim sincsen, hogy nehogy azt gondol, hogy én most valamit akarok csak adni, mert én magamat akarom adni. És amikor te elém térdelsz, te csak valamit akarsz adni, vagy te is mered magadat adni, te is mered mondani,
Jézusom, gyönge vagyok, gyarló vagyok, ember vagyok, de így, amilyen vagyok, a tied akarok lenni, mert te is az enyém lettél. Ez a kölcsönös ajándékozás. Ez az az ajándékozás, amikor Jézus ajándékként odaadja nekem magát, és én is oda merem adni magamat Jézusnak, és elfogad ez a gyermek Jézus. Rám mosolyog ez a gyermek Jézus. Örül, hogy oda merem adni magam neki. Ez az odaajándékozás pedig, kedves testvérek, megváltoztatja az embert. Másképpen lát sok mindent. Másképpen látja a világot. Másképpen látja az embertársait. Másképpen látja a történelmet. Mondhatná valaki, nem csak szép szavak ezek? Nem csak szép kijelentés ez? Nem csak karácsonyi szó ez számunkra? Bizonyítékként hadd hívjam segítségül a művészeket, a festőket. Mindenki emlékszik egy-egy szent képre, amelyben ábrázolva van a kis Betlehem, ahol ott látjuk a kis Jézust, Máriát, Józsefet, ott látjuk az állatokat, ott látjuk az istálót. És amikor ránézünk a képre, akkor azt látjuk, hogy Jézus világítja meg Máriát, Józsefet és az istálót. Nem kívülről lesz megvilágítva. Jézusból árad egy fény. És az a fény, amely Jézusból árad, azt mondja az evangélium, az igaz világosság, amely megvilágít minden embert, a világba jött. Ettől a belső fénytől lehet úgy eligazodni, ahogyan a valóság azt megkívánja tőlünk. Ez a belső fény, ha mi belénk is áramlik, akkor belőlünk is ez a fény másokat meg tud világítani. Másoknak utat tud mutatni. Mi megszoktuk, hogy a fény az reflektor. Úgy gondoljuk, a reflektorban többet látunk. Az igaz, hogy egy kis részt jobban megvilágít. De a reflektorral mindig, amit akarunk, azt megvilágítunk, és ami nincs megvilágítva, az árnyékban, sötétségben van, hogy azt ne lássuk, azt ne vegyük tudomásul. A Jézusból jövő fény az nem így világít, hogy egy kis részt megvilágít, az egyik embert megvilágítja, vagy a másik embert, vagy a saját családomat, vagy a rokonságomat, a többi az sötétségben, az árnyékban van. A Jézus fénye az igazi isteni fény, amelyről az evangélium mondta, hogy az igaz világosság, és ez a fény kell, hogy megvilágítsa az embereket, ez a fény kell, hogy bennünk legyen, és akkor mi is ettől a fénytől másképpen látunk, másképpen igazodunk el, mások az értékeink és tartalmasabbak, mint a csupán felszín, mint a csupán csillogás. Kedves testvérek, karácsony azért olyan kedves ünnep nekünk, mert ha nem is tudjuk megfogalmazni, de ezt az érzést mégis magunkban ápoljuk, mert másképpen látjuk a családtagokat, amikor megajándékozzuk, mert másképpen látjuk azokat az embereket, azokat a családunkat, amikor elmehetünk, amikor megkeressük, amikor fölkeressük, amikor azt látjuk, hogy a szeretetnek a fénye, a szeretetnek a melege kap hangsúlyt és kap értéket, mert ezt a végtelen isteni szeretetet hozta meg nekünk Jézus, az Isten fia, aki az emberrel, a világgal, az emberiséggel egyesült,
átölelte, amikor eljött ide a földre. Befejezésül szintén felétek is azt akarom mondani, amit az angyal mondott a pásztorok felé. Ne féljetek, emberek, jó hírt mondok, amely öröm nektek is, és az egész emberiségnek, megszületett a megváltó, eljött közénk az Isten fia. Amen. Mondjuk el a hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk jászola elé, és kérjük, hallgassa jóságos szeretettel kéréseinket. Add, Urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara világosítson minden ember szívében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat. Kérünk téged, hallgass meg. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és az elhagyottak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Költözzék szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tölts el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Urunk Jézus Krisztus, te az Atya akaratából emberré lettél, hogy közöttünk lakozzál. Megtestesülésed szent titkára kérünk, hogy oszd meg velünk emberi életed örömeinek, gondjainak és bánatának érdemét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Adj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész miasztunkat. Kérünk, Urunk, fogadd kegyesen mai ünnepi áldozatunkat, hogy a bennem megvalósuló titokzatos csere juttasson el minket annak dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert dicsőséged új fénye ragyogott fel bennünk, az isteni ige megtestesülésének titka által, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló égi szelleme, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét is várva hálát adunk, és ezt az élő és szent áldozatot fölajánljuk néked. Tekints kérünk egyházad áldozatára, ismert föl benne azt a bárányt, akinek föláldozása árán kiengesztelődni akartál. Engedd, hogy mi, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test, egy lélek lehessünk Krisztusban. Ő tegyen minket előtted örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és az összes szentekkel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hozza meg engesztelő áldozatunk az egész világ számára a békét és az üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat János Pál pápánkat, engem méltatlan szolgádat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkor. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled.
köszön az eddigi közreműködést a folyosók tartásában, most az áldozáskor vehetjük ennek hasznát, 7 helyen folyik majd az áldoztatás. 2 kispap fog áldoztatni itt fönt a szentélyben, 2 fognak itt áldoztatni a szentély bejáratánál, és itt a kamerák mögött, jobbra, nekem és a másik oldalt ugyanígy lesz áldoztatás, és a kórusnak külön fönt lesz áldoztatás. Köszönjük. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Corpus Christi kápolnában a templom szép Betlehemét látjuk most, miközben az áldoztatás megkezdődött.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük a megváltónk születését. Kérünk, add kegyelmedet, hogy hozzám méltó életünkkel boldog társaságába is eljussunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, kedves nézők, belföldiek, külföldiek, egyházmegye területén lévők, szeretettel kívánok Szent Mise végén mindenkinek kegyelmekben gazdag karácsonyt, karácsonyi ünnepnapokat. A kis Jézus szeretete, a kis Jézus fényessége ragyogjon be minden ember szívet, és ez a ragyogás, ez tudja olyanná tenni a karácsonyt, amely a sötétség ellenére is belső fény, belső megvilágítást, megvilágosodást és eligazítást, eligazodást jelent számunkra. Kis Jézusnak ezt a kegyelmét kívánom és adom, amikor most az ünnepi püspöki áldást adom a kedves hívekre, adom a televízió nézőinek. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A végtelenül jóságos Isten, aki fiának megtestesülésével előzte a sötétséget a világból, és dicsősége születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, üzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával. Amen. Ő, akinek angyala hírül adta üdvözítőnk születését a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömmel, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Amen. Ő, aki fiának megtestesülése által kibékítette a mennyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és a jó akarat adományával, és fogadjon be mennyei egyházába. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok és maradjon veletek mindenkor. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Thank you.
Most a katalán tévé kommentátora, Horka atya szól a külföldön közvetítésünket nézőkhöz. Acabem d'assistir, amb goig, aquesta solemne celebració de la nit de Nadal que ens han ofert els nostres germans húngars. Una vegada més hem constatat com la fe no té fronteres. La mateixa confessió de la divinitat d'aquell infant que va néixer fa quasi 2.000 anys a Betlem ens ha unit, gràcies a la televisió Magyar i a la televisió de Catalunya, amb un mateix cor i una mateixa fe, a húngars i a catalans. Des de la llunyana Pannònia, dels romans, us desitjo de cor, sobretot els malalts i els ancians, que no podeu assistir a l'Església, una santa i un sant i feliç Nadal. Az atya, a katalán TV kommentárta Johann Ortor versével búcsúzott a katalán nézőktől. Én is hirtelen magyarra fordítva ezt a kis verset szánom elköszönésül. Így hangzik. Emlékszel-e a színes figurákra, pásztorok énekére, szent családra? Elmúlt időknek rideg barlangjából dereng az öreg szülők óvta jászol. Füvek és illatos erdők szele csap fel csillagokig, emlékszel-e szamócák vérpettyei köz három királyra és a tevetalpak súlyos nyomára? Ki gyengeségét hordod embereknek, enyém vagy húsból vérből való gyermek, ki mindennapos földi küzdelemben találsz otthonodra az én szívemben. Feldúlt létünknek igazsága lettél, mert ma kegyesen újra megszülettél. Ezzel búcsúzunk katalán magyar nézőinktől, mindannyiuktól itt az országban és szerte az országhatáron túl. Boldog karácsonyt!